Igazából ez egy 2014-es TAO-s pályázatból valósult meg, kellett hozzá önerő, és 25 millió forint volt a teljes pályának a bekerülési összege. Nagyon örülünk neki, hogy végül is sikerült ezt megvalósítani. Nagyon nehéz volt az önerőt előteremteni hozzá, majdnem 10 millió forint volt az önerő. Ebbe szeretnék itt köszönetet mondani dr. Mennyi Rolandnak, az a térség országgyűlési képviselőjének, hogy igazából kiharcolta nekünk egy miniszterelnöki keretből ezt az önerőt. Elsősorban természetesen a helyi lakosoknak a sportolási lehetőségét szerettük volna ezzel biztosítani, de már most igény támadt arra, hogy külön más környező településekről is kibérelhessék ezt a pályát. Testület meghozta a döntést, 2500 vagy 3000 forint, attól függ, hogy világítás kell a pályára, vagy nem kell, melyen időpontban használják, annyi az óránkénti bérleti díja, úgyhogy várunk a környező településből is ide látogató sportot szerető embereket, gyerekeket, felnőtteket úgy szintén, de az itteni lakosoknak természetesen ingyenes, helyi futballcsapatnak is természetesen ingyenes, úgyhogy csak a környékből ide látogatóknak kell fizetni, vagy összeverbuválódott baráti társaságoknak.